Ez a mai nap, ez hangolódása piros 85-re. Innen az Apáti sziklától indulok el. Elmegyek Vörösvárig, és akkor ott elfordulok a pirosnak arra részre, amit kevésbé ismerek. Egészen Budaörsig elmegyek majd. 58 km és körülbelül 1900-2000 szint lesz a mai. A terv az, hogy egy 5-ös átlaggal végig kellene menjek ahhoz azon a mai napon, hogy egy hónap múlva ne okozzon gondot a piros 85. Nagyjából most kezd a nap feljönni, nagyon halványan látszik alul, látod erről? Nagyon jó túridő van, már most. Gyönyörű szép napos idő. Az ősz is kezdi magát megmutatni már az erdőben. Eddig körülbelül tartom az 5-ös átlagot. Idáig az út nagy része emelkedő volt, úgyhogy eddig ez teljesen rendben van. Szóval eddig mindenkire. Éppen tesztelés alatt van egy újfajta izó, amit fogyasztok. Olvastam a neten, hogy sokan ezt alkalmazzák. Kókuszvíz, lime, méz és só egyvelege. És vízzel lesz, kicsit föl van higítva, nem is kicsit. Fincsi. Hát nem az íze miatt fogom megkedvelni, hanem remélhetőleg azért, mert hatékony. Ez előtte már nem érzem, hogy probléma lenne. Inkább azzal van gond, hogy töri el a bakancslábamat újfent, pedig már lassan mentem benne jó 7-800 kilométert. Elgondolkodtató, hogy a piros 85-be ebbe menjek-e. Itt vagyok Nagykovácsiban, és hát azt a fájdalmas döntést kell meghoznom, hogy ezt a mai túrát fel kell adnom sajnos. A kérdés csak az, hogy hol. Hát vagy az van, hogy itt most rögtön, vagy az van, hogy hát elmegyek a Kettőperáig, vagy pedig elmegyek a Jánoshegyig, de ha a Jánoshegyre fölmennék, akkor már nyilván elmenni Budaörsig, akkor már kár feladni. Viszont a feladásokkal leginkább az, hogy szana széttöri a bakancsalábamat, nem volt rajtam kb. 3 vagy 4 hónapja, úgy tűnik ez probléma. És hát szeretném használni lábamat, mert két hét múlva is elmegyek egy túrára, és egy hónap múlva van a főpróba. Tehát nem akarom teljesen szétszedni lábam darabokra, úgyhogy... Hát ebből is tanulni kell, hogy észszerű döntést meg kell tudni hozni, hogyha úgy alakul. És most szerintem ez most az a pillanat, amikor nem adtam még föl a túrát soha. Hát ezt is el kell kezdeni valamikor sajnos, de ez most szerintem ez egy észszerű döntés. Úgyhogy a kérdés az, hogy hol szállok ki, még ezen filózgatok. Úgyhogy sajnos. Itt vagyok már a Kettőperál határában, de olyan 43 kilométerrel és 1400 szinttel ma ezzel befejezem. Kár érte pedig, már a Jánoshegyet is látom innen, elég közeli, úgyhogy ezt el kell engedni. Ennek most nem látom értelmét. Már ennyi. Folyt köv 2 hét múlva.